Repülők, jazz meg az. Dzsungelkönyve magyar vágta. Csak néhány azokból a produkciókból, mely a magyar kulturális élet egyik legsikeresebb, de feltétlenül egyik legkreatívabb személyiségéhez, Geszti Péterhez kötődik. A jazz meg az formáció sikere csúcsán fejezte be működését. Geszti azt mondja, volt még benne bőven tartalék, de abba kellett hagyni. Csak annyit fejeztünk ki ezzel, hogy ezt a formációt most igazából, azt kell, hogy mondjam, utólag bevallva, vagy inkább emberi okokból kellett becsukni. Megfeszültek köztünk a viszonyok, és nekem a Dés Lacival a barátság többet ért annál, mint sem, hogy ebből feszkó legyen egy zenekar miatt. Amit később az időben is igazolt, hiszen annyi mindent írtunk még ugye közösen, amik szépen sikere, és mentek legutóbb mondjuk a Pál utcai fiúkat. És az, hogy most újra előjön majd a jazz, meg az, maradjunk abban, hogy ez inkább egy ritka... Ez egy ritka, hogy is mondjam csak, tudományos fantasztikum lesz két órán keresztül, mert hogy az időt egy picit megállítjuk, de közben fel is frissítjük, nyilván más dolgokat is fogunk játszani majd a jazz meg azzal. Kiraktam abbagy hol, egy réges régi este, a jöttök csendes volt, ezen az ég testen mondt ezután. A jazz meg az nyugodtan mehetett volna tovább egyébként. Tehát zeneileg, szerzői kapacitásában, zenészi minőségében, az énekesnők nagyszerűségében mindenek megfelelt. A Boldogult Somló Tomi mondta nekünk a búcsú koncertünk után, amit a kis stadionban tartottunk, hogy fú, srácok, bejött a zöldözőbe, és ott mondta azt, hogy kár, hogy abba adjátok, mert úgy dőlt le a zene a színpadról, mint a Loksi az LGT csúcskorában, és azt mondja, hogy fantasztikusan jó volt. És akkor ez úgy meg is ütött egy picit, utólag kicsit elgondolkodtam, hogy lehet, hogy jobban ki kellett volna tartani emellett, a dolog mellett. Így alakult, ne siránkozzunk. Számos közéleti kampány született a keze alatt, manapság a kor egyik legjelentősebb problémájával, a klímakatasztrófa ügyével foglalkozik. Ezt abszolút saját meggyőződésből csinálom. Tehát készítek rengeteg reklámot, azok kampányfeladatok különböző for-profit cégeknek, de ez egy saját ügy. Olyannyira az, hogy írtam egy Noé című dalt is, amit csak azért nem hoztunk ki idén, mert megvárjuk, amíg a jazz meg az projekt lefut januárban. Megmondom őszintén, hogy most már ugye naponta olvas az ember olyan cikkeket, amelyek ijesztőek, és még az ijesztőbbnél is ijesztőbbek. És főleg mióta apa vagyok, azóta mindig azon gondolkodom, hogy még az én életem az hagyján, de hogy a lányaim a gyermekeim élete során ezek az időjárási változások, a klímaprobléma, az ebből fakadó összes őrület, amit már még el sem tudunk képzelni, az nagyon ijesztő szerintem. És legalább a saját kis köreimben meg kell próbálnom ebbe egy picit jobban beleállni, és arról beszélni, mint ismert ember, szerintem az ismert embereknek felelősségük van, ami engem foglalkoztat. Sok minden más is foglalkoztat a közélettel kapcsolatban, de fogalmazunk úgy, hogy abban most nem praktikus beleállni. De a környezetvédelem és a klímaügy az egy olyan ügy, amiről sokkal többet kéne beszélni. Hát csak azt hiszem, hogy múlt héten a Visztulában nem volt víz, előtte a Loárban nem volt víz. Magyarországon három hónapon keresztül aszály volt, ugye nem is nyáron, hanem előtte, ma is extra meleg van Magyarországon. Tehát, hogy itt azért itt nincs miről vitatkozni. Nincs miről vitatkozni. Azon kell dolgozni, hogy hogyan lehet úgy visszamározást kialakítani, víztárolókat építeni, újfajta módszereket kitalálni, valószínűleg a mezőgazdaságnak, az életünknek át kéne változtatni az életről, a fogyasztásról alkotott gondolatainkkal, társadalmi értelemben is valószínűleg, ami hát persze rengeteg traumával járhat, és fog is járni, de azt hiszem, homokba dugni a fejünket, mint a struc, azt nem érdemes. És akinek szerintem gyereke van, annak a jövő az egy kézzelfogható valóság. Akinek nincs, vagy aki még nem jutott oda, hogy gyermeke van, az nyilván csak a saját életét féltheti, ha egyáltalán gondolkodik erről a problémáról. Hogy ugye szembesülünk, na de rendesül, aki ma rendes, de lelkesül, hogy esetünkről is értesül, és velünk körül vendéges. Ott kerül, ma még az űre, az ügybe az űr kerül, majd megfejtjük, belemerülve újra, akitről úgy van, ahogy az volt. No, alkotó ember, vagy mint civil,
azt mondjam, amit gondolok, és itt semmilyen pártpolitikai jelentés nincs, és nem is akar lenni. Vannak olyan globális problémák, amelyekre válaszokat kell adni, még egy ilyen pici országnak is, és egyedül nem fog menni, abban is biztos vagyok. És ugyanakkor azt gondolom, hogy aki kedvel, és aki követi a dolgaimat, az velem egyfajta dialógusba léphet akár a közösségi oldalamon keresztül. Aki meg nem, a szokás szerint csak az anyázásra képes, az meg, bocsánat, az én szempontból teljesen érdektelen, hogy beszélgessen azokkal, akiket ő kedvel. Szerintem pont az ilyen indulati faktorokat kell kikapcsolni a gondolkodásból, mert ilyen értelemben soha nem fogunk tudni se kezet rázni, se pedig beszélgetni egymással. Úgyhogy szerintem, nem tudom, számomra nem az a kérdés, hogy én a személyem által mennyire vagyok megosztó ebben az ügyben, hanem az ügy a fontos. És én azt tudom tenni, hogy én teszek róla állításokat, aki ezzel egyetért, és akar erről beszélgetni, beszélgessünk, aki meg nem, az hát sem másról. Magyarország most már jó régóta harci lázban ég, és tulajdonképpen saját magával harcol. És ez a kultúra területére ugyanúgy igaz, mint szinte bármi másra. És azt gondolom, hogy ebben nagyon sokan elfáradtak már ebben a harcban, és ha őszinte akarok lenni, szerintem semmi értelme nincsen. Azt hozzá kell tennem, hogy ugyanakkor a véleményekkel meg úgy vagyok, hogy ugye vélemény sokféle van, akár csak a pofonok is, úgyhogy ilyesmiről nem nagyon érdemes vitatkozni. Kultúrharc. Én csak azt láttam, hogy egy nagyon tudatos politika folyik, ami minden értelemben se szeret magának tereket kialakítani, és ezt nagy offenzivitással teszi. És azok, akik ezekben a terekben nem akarnak tartozni, azoknak ez nyilvánvalóan fájdalmas. A közönség számára Geszti és a repülők vagy a Jazz Megasz számai ma is könnyen emészthetőek. Kortalan dalok, melyet kortalanul fogad be mindenki, akit megérint. Egy szó, egy jó szó, keresi a másikat. Tudod, a hiányod ugyanúgy átítat. Veled el úgy bántam, ahogy egy kis gyerek. Szeret. Én csak szúrtam, mint a jég, csak a hegye szétcsapott. Minden édes pillanatot, amit az az év adott, ahogy áldam, hogy fájhatod. A torkomban a hang túl sok, már tudom a nyelvemen a szó túl sok. Az imádat önmagam irány túl sok, magamon engedtelek, hogy én.